ugye egy is sok, hogyha valaki elalszik és halálos balesetet szenved. Szabó Csaba, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetője arról beszélt a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének ülésén, hogy az autóbalesetek száma az egyik olyan terület, ahol sokat ennivaló véleménye szerint. Az adatokból kiderül, Tolna megyében tavaly a halálos balesetek száma 11%-kal nőtt 2017-hez képest. Ráadásul még 2 éve 18-an, 1 éve 22-en vesztették életüket Tolna megye útjain. Ennek oka a hatóság szerint az, hogy rosszak az útviszonyok, és még mindig sok a gyorshajtó. Tavaly egyébként több volt a garázdaság, rongálás, autólopás a megyében, mint 2017-ben. A legnagyobb mértékben az autófeltörések száma nőtt. 2018-ban 36 ilyen bűncselekmény történt a megyében, ami 71%-os növekedés a 2 évvel ezelőtti adathoz képest. A rendőrfőkapitány azonban hozzátette, 2018-ban 6%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma 100 000 lakosra nézve. Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke pedig arról beszélt, milyen fontos, hogy az önkormányzatok a rendőrséggel együtt tudjanak működni ezen a téren is. A megyének együtt kell működni a rendőrséggel, és az együttműködésnek számtalan szinten dolgozunk, és jó az együttműködésünk. A közbiztonság megerősítésében, a romáknak a támogatásában és a roma programoknak a futtatásában, tehát sok minden olyan közös munkánk van, ami a megye életét a jövőben nyugodt alapokra helyezi. A közgyűlésen szó volt a megye identitást erősítő projektjeiről is, így a cselekvő közösségek elnevezésű programról, ami hatalmas sikernek örvend, nagy a részvételi szándék az érintett településeken. A 60 millió forintos program 2021-ig tart, célja a Sió környéki települések közösségi életének jobbátétele. Az, hogy 97% fölött vagyunk a top teljesítésében, ez mindenképpen azt jelzi, hogy Tolna megye számított erre pénzre, a településeken vannak ötletek és vannak tervek, vannak elképzelések. A közgyűlésen a Tolna megyei önkormányzat 2018-as költségvetéséről szóló beszámolót is elfogadták.